Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a magasabb rendű gyökökkel való műveletekről tanulunk. Ma olyan feladatokat oldunk meg, melyben az ilyen típusú gyökök összeadása, illetve kivonása szerepel. Feladatunk szövege is röviden így szól: vonjuk össze a következő gyököket. Az első típusunk, a feladatunk tehát, harmadik gyök 40 mínusz harmadik gyök. 625, mínusz harmadik gyök 135. Az ilyen típusú feladatoknál tudni kell, hogy csak olyan gyököket tudunk összevonni, melyeknél megegyeznek a gyök kitevők, illetve a gyök alatti kifejezések. Hát mostani feladattípusunknál láthatjuk, hogy mindegyik harmadik gyökről van szó, viszont azt látjuk, hogy az egyik esetben a gyök alatt 40, másik esetben 625, a harmadik esetben pedig 135 található. Az lesz tehát a dolgunk, hogy az ilyen gyököket tényezőkre bontsuk. Mivel harmadik gyökről van szó, segítségül felhasználjuk a számoknak a harmadik hatványát. Egy a harmadikon, az egy, kettő a harmadikon 8, 3 a harmadikon 27, és így tovább. A feladatunk tehát az lesz, hogy például a 40-et írjuk föl két szám szorzataként, úgy, hogy az egyik szám ebből a sorozatból kerüljön ki rögtön láthatjuk, hogy a 40 osztható 8 szal így akkor a 40-et fölírom, mint 8 x 5. A 8-ból tudok majd harmadik gyököt vonni, az 5 pedig megmarad. A 625 esetében könnyű a dolgunk, hiszen 5 végződik, így egyértelmű, hogy 125-tel osztom. Vagyis fölbontom a 625-öt, mint 125 szorozva 5-tel. És maradt még a 135, itt már egy kicsit árulkodó, hogy mindkét számnál megmaradt az ötös, így akkor, ha segítségül a 135-öt elosztom öttel, 27-et kapok, és láthatjuk, hogy az egy számnak a harmadik hatványa. Így akkor a 135 egyszerűen felírható 27 szorozva öttel. És ezek a szorzatok segítségével már felírhatom a tényezőket. A harmadik gyök 40-et tehát, fölbontom két gyökre, két harmadik gyökre. Az egyikbe kerül a 8-as, amit mindjárt harmadik hatványként írok föl, ez lesz 2 a harmadikon. A másik gyök alá kerül a maradék szám, ez pedig az 5-ös. Majd jön a mínusz, most jön a 125 szorozva 5-tel. Mivel a 125 az 5 a harmadikon, így akkor az egyik tényező, harmadik gyök, 5 a harmadikon, a másik tényező pedig, ami marad, harmadik gyök, 5 és van még egy tagunk, ez pedig mínusszal, úgy szintén fölbontom két tényezőre, az egyik kerül a harmadik gyök 27, ez lesz 3 a harmadikon, a másik gyök alá pedig a maradék 5-ös. Így már láthatjuk, hogy minden egyes tényezőnél megmaradtak az ötösök, harmadik gyök 5, és vonjunk gyököt azokból a számokból, amelyekből harmadik gyököt tudunk vonni. Ezt úgy oldom meg, hogy egyszerűsítem a gyök kitevőt és a hatvány kitevőt. Vagyis, hogyha a harmadik gyök 2 a harmadikonnál, leegyszerűsítem a hármasokat, megmarad csak 2, a harmadik gyök 5 nem tudok mit kezdeni, lemásolom mellé. Majd jön mínusz, újból egyszerűsítek a hármasokkal, marad tehát 5, a harmadik gyök 5 pedig lemásolom és az utolsó tényezőnél az egyszerűsítés után maradt egy háromas, illetve a harmadik gyököt. Így már ezeket a gyököket össze tudom vonni. Harmadik gyök 5 mindenütt jelentkezik, ez azt jelenti, hogy az összegnél is jelentkezik majd a harmadik gyök 5, az a kérdés, hogy hányszor. A gyök előtti tényezőket vonjuk össze. Van plusz 2, mínusz 5 és mínusz 3 korábban úgy is számolhatok, hogy a mínusz 5 és a mínusz 3 adja a mínusz 8-at, plusz 2 és mínusz 8 pedig mínusz 6. Tehát a végeredményünk mínusz 6-szor harmadik gyök 5. Nézzük második típusú feladatunkat. A B feladat így szól. Ötödik gyök A hatodikon plusz ötödik gyök alatt 32-ször A hatodikon, plusz 5. gyök alatt 243 szor a 6 Az ilyen típusú feladatokat is tényezőre való bontással kezdem. Az első gyökünk, 5. gyök a 6 Vegyük észre, hogy a hatványkitevő kitevő nagyobb, mint a gyök kitevő. Éppen ezért először is fölbontom egy olyan gyökre, hogy 5. gyök az 5 azért, hogy később a két ötös tudjam egyszerűsíteni, illetve ami maradt, 6 5 az 1, vagyis 5 gyök az elsőn. A második tagunknál 5 gyök, gyök alatt 32-ször a 6 on úgy szintén majd az a 6 on fölbontom az 5-re és az elsőn, de egy picit álljunk meg a 32-nél. Észrevehetjük, hogy a 32 az egy olyan szám, amely a 2-nek az 5 hatványa. Éppen ezért akkor most ezt a tagot is külön veszem. vagyis lesz, 5. gyök 2 az 5 en ez a 32, plusz hasonlóképpen, mint az előtt, lesz 5. gyök az 5 en illetve ami marad, ötödik gyök az elsőn. És maradt az utolsó gyökünk, itt is észrevehetjük, hogy a 243 az a 3-nak az ötödik hatványa. Így akkor az első gyökbe helyezem az ötödik gyök 3 az 5 a második lesz 5. gyök az 5 en illetve ami marad, Ötödik gyök az elsőn. És akkor most nézzük az egyszerűsítéseket. Ötödik gyök az ötödikken. Ha egyszerűsítem az ötöseket, marad csak A. Ötödik gyök az elsőn, vagy csak röviden ötödik gyök A. Nem tudok vele mit kezdeni, ezt csak lemásolom. Ötödik gyök kettő az ötödiken itt is lehet egyszerűsíteni, marad kettő. Ötödik gyök az ötödikken, itt marad csak A. Illetve lemásolom az ötödik gyök A-t és az utolsó tagnál is egyszerűsítek, 5. gyök 3 az 5. ennél, ha az ötösöket leegyszerűsítem, marad csak 3, 5. gyök A az 5. en marad csak A, és megmaradt a közös tag 5. gyök A. És az egyszerűsítések után olyan tagokat kaptunk, amelyeket összevonhatunk. A szor 5. gyök A, valójában ez egyszer, majd kétszer, ugyanez az A szor 5. gyök A, Plusz 3 szor ugyanez az A szor 5. gyök A. Közös tagként láthatjuk, hogy megjelenik az 5. gyök A, sőt, közös tag még az A, és ha összeadom az 1-et, a 2-t és a 3-at, akkor 6-ot kapok. Ez lesz tehát a végeredményünk: 6 szor A szor 5. gyök A. Lapozzunk egyet, nézzük a harmadik típusunkat. A C feladatunk így szól: 12 törve, harmadik gyök 3, plusz 6-szor, harmadik gyök három törve, harmadik gyök 9. Megjelentek tehát a törtek. Tudjuk, hogy a tört a nevezőben nem tartalmazhat gyököt, így akkor ezeket az ilyen típusú feladatokat megoldhatjuk úgy is, hogy rögtön közös nevezőt keresünk, vagy, amit én szeretnék most bemutatni, külön-külön először is gyöktelenítünk, és amikor a nevezőből eltűnik a gyök, könnyebben tudunk közös nevezőt keresni. Ez azt jelenti, hogy most külön-külön figyelem az egyik törtet is, és a másikat is, és külön-külön gyöktelenítem őket. Kezdjük akkor az első törtel, 12 törve, harmadik gyök, három az első. Tudjuk, hogyha nincs hatvány kitevő, az az első hatványt jelenti. Harmadik gyök három az elsőn, ettől szeretnék megszabadulni, így akkor beszorzom egy olyan gyökkel, amely ugyancsak harmadik gyök, és hogy kipótoljam a hatvány kitevőt, az 1-től a 3-ig maradt 2, ha a gyök alá kerül, akkor három a másodikon. Három az elsőn, szorozva három a másodikon, majd visszaadja 3 a harmadikon, és a hármasokkal tudok egyszerűsíteni. Gyöktelenítéskor tudjuk, hogy a számláló ugyanaz, mint a nevező, tehát valójában a törtet egyel bővítem. Nézzük, mi lesz a teendő a másik törtnél. 6-szor, harmadik gyök 3, illetve a nevező harmadik gyök 9, melyet rögtön fel is írhatunk, harmadik gyök 3 a másodikként. Amivel gyöktelenítek, az természetesen a harmadik gyök lesz, és ha már a gyök alatt volt 3 a másodikon, akkor amivel szorzom, oda kerül 3 az elsőn. Ami volt a nevezőbe, ugyanaz kerül a számlálóba is. Ha most tovább haladok, visszatérek az első törthöz, nézzük először is a nevezőt. Harmadik gyököket szorzok, tehát az eredmény biztos, hogy harmadik gyök lesz, és ahogyan már az előtt számoltuk, és amilyen irányba alakítottuk a gyöktelenítést, három az elsőn, szorozva három a másodikon, adja három a harmadikon. Ami a számlálókat illeti, egy racionális és egy irracionális számot nem tudunk összeszorozni, ezt a szorzatot csak lemásolom, 12-ször, harmadik gyök, három a másodikon. Plusz, és nézzük most akkor a másik szorzatunkat. Itt is a nevezővel érdemes kezdeni. Harmadik gyökökről van szó, tehát írom a harmadik gyököt, és ugyanúgy, mint hogy az előző tört esetében, három a másodikon, szorozva három az elsőn, adja három a harmadikont. Ami a számlálókat illeti, itt már el tudom végezni a szorzást, a hatosnak nincs párja, ellenben, hogyha a harmadik gyök hármat megszorozzuk harmadik gyök hárommal, akkor harmadik gyök három a másodikont kapunk. Tehát a szorzatunk hatszor harmadik gyök három a másodikon. Nézzük akkor a folytatásban, mi mindent tudunk egyszerűsíteni. Visszatérek az első törthöz, annak is a nevezőjéhez. Harmadik gyök, harmadik hatvány, ezeket le tudom egyszerűsíteni, megmaradt a hármas. A számlálóban itt találhat egy 12-es, így akkor a 12-t és a 3-at is még tudom egyszerűsíteni. 12-ben a 3, meg van 4-szer. Mivel a nevezőben 1 maradt, így úgy is mondhatnánk, hogy eltűnik a tört. Hasonlóképpen egyszerűsítek a második törtnél is. Harmadik gyök, harmadik hatvány, ezt leegyszerűsítem, marad csak egyszerűen 3. A 6-ot és a 3-at úgy szintén egyszerűsítem 3-mal, a 6-ban marad 2. A 3-nál pedig 1, úgy szintén itt is eltűnik a tört. És ha most leolvasom, mi maradt a számlálóban? Maradt 4-szer, 3 gyök, 3 a másodikon, plusz 2-szer, 3 gyök, 3 a másodikon. Mivel mind a két tag tar tartalmaz 3 gyök, 3 a másodikont, illetve 3 a másodikont ki is számolhatjuk, hogy az 9, így akkor közös tagként írhatom 3-ig gyök, 9, hány van belőle? 4 plusz 2 egyenlő 6. Tehát a végeredményünk 6-szor, harmadik gyök 9. Amint látjuk, hogy ha tartani akarjuk magunkat a szabályunkhoz, hogy csak azonos gyököket tudunk összevonni, akkor előtte jó pár átalakítást el kell végeznünk. Valami hasonló vár ránk a következő típusnál is. Itt szól a feladatunk. 1 per, harmadik gyök 25, Plusz harmadik gyök 5, plus 1. Mínusz 1 per harmadik gyök 25. Nem kell megérni a feladatunktól, hasonlóképpen, mint az előző típusnál. Először is az egyik törtet, majd a másik törtet gyöktelenítem. Akkor nézzük, hogyan kell gyökteleníteni egy olyan törtet, melynek a nevezőjében három tag található tanultuk, hogy ilyen esetben érdemes kipróbálni a köböknek a különbségét, illetve a köböknek az összegét, hiszen ott található egy kis zárójel, abban kettő tag van, illetve egy nagy zárójel, melyben három tag van. Mivel a három tagban mind pozitív előjelek találhatók, így valószínűleg, hogy akkor az A a köbön, mínusz B a köbön, amely segíteni tud rajtunk ennél a gyöktelenítésnél. Ha fölírom a szabályt a köbök különbségére, a köbön mínusz b a köbön, az egyenlő lesz a kis zárójel a mínusz b, a nagy zárójel pedig a négyzet plusz ab plusz b négyzet. Keresnünk kell tehát egy tagot, melynek a négyzete, itt található a harmadik gyök 25, ez lesz tehát harmadik gyök 5, egy másik tag, melynek a négyzete az 1, ez lesz az 1, illetve a kettőnek a szorzata, vissza is kaptuk harmadik gyök 5. Tehát az első tagunk a harmadik gyök 5, a második tag pedig az 1. Így gyöktelenítem akkor az első törtet. Lemásolom, tehát a törtet, majd szorozva, és akkor a nevezőbe írom az A-B-t, azt mondtuk, hogy az első tagunk az a harmadik gyök 5, a második tag pedig az 1. Mivel a nagy zárójelből csupa pluszok vannak, így akkor a kis zárójelbe ide mínusz kerül és ami a nevezőben, ugyanaz kell, hogy legyen a számlalóba is, hogy az eredeti törtet valójában egyjátszorozzuk. szorozzuk. Most nézzük akkor a második törtet, amely sokkal egyszerűbb. 1 per harmadik gyök 25. Észrevehetjük, hogy a 25 az 5 a másodikon, így akkor úgy gyöktelenítem, hogy mindenféleképp írok harmadik gyököt, és mivel már van 5 a másodikon, akkor a következő gyökbe kerül 5 az elsőn ami a nevezőbe, az kerül a számlálóba is. Nézzük akkor a szorzásokat. Az első szorzat esetében, hogyha kezdem a nevezővel, nagy zárójel, szorozva kis zárójel, tehát most felírom, a köbön mínusz b a köbön. Az első tagunk, ahogyan már említettem, harmadik gyök 5, ezt emelem a harmadik hatványra, mínusz, a második tag az 1, ezt is a harmadik hatvány remelem, ha bár tudjuk, hogy egy a harmadikon, továbbra is egy marad. Ami a számlálókat illeti, egyel nincs értelme szorozni, egyszerűen csak átmásolom harmadik gyök 5-1. Mínusz, mínusz, és akkor nézzük a másik szorzatot. Ha kezdem a nevezővel, ami egyszerűbb, harmadik gyökökről van szó, 5 a másodikon, szorozva 5 az elsőn, adja 5 a harmadikont. Ami pedig a számlálókat illeti, egyszer harmadik gyök 5, marad csak röviden, harmadik gyök 5. És akkor a folytatásban nézzük, mi mindent tudunk egyszerűsíteni. Kezdem akkor megint az első törtel, annak is a nevezőjével. A harmadik gyököt és a harmadik hatvánt, ha leegyszerűsítem, marad akkor 5, és ha az 5-ből kivonom az 1-et, ugye 1 a harmadikon, az továbbra is 1, 5-1 az 4. Íme tehát a gyögtelenítés után az első törtnek a nevezője nagyon röviden csak 4. A számlalót csak lemásolom, tehát marad harmadik gyök 5, 1. A másik törtnél, hogyha megnézzük a nevezőt, itt is lehet egyszerűsíteni, így akkor megmarad az 5-ös, a számlaló pedig a harmadik gyök 5. Íme egy kis átalakítás után, köszönhetően a köbök különbségének, egyszerűsítettük a feladatunkat, itt már nem lesz nehéz a folytatás. Mivel különböző nevezőkről van szó, megkeressük a közös nevezőt. 4-nek és 5-nek legkisebb közös többszöröse a 20, így akkor a bővítéskor az első törtet bővítjük 5-tel, a másodikat pedig 4 És nézzük akkor, mi eredmény ez a bővítés. Ahogyan már láthattuk, a közös nevező az a 20, ami pedig a számlálókat illeti, ha az 5-öt megszorozom 3. gyök 5-tel marad 5x ha 3. gyök 5, öt, mínusz 5x1 az 5. A második tört bővítésénél láthatjuk, hogy az előjel mínusz, és ha 4 el szorzom a 3. gyök 5-öt, akkor valójában ezt kapom, 4x 3. gyök 5. És íme megjelentek az azonos gyökök, ezeket már össze tudjuk vonni a folytatásban. A közös nevezőt csak lemásolom, tehát a 20, és 5 x 3 gyök 5, mínusz 4 x 3 gyök 5, az 1 x 3 gyök 5, vagy csak röviden 3 gyök 5. És ne feledkezzünk meg egy mínusz 5-ről még, és így kaptuk meg a végeredményünket, 3 gyök 5, mínusz 5, az egész törve 20-szal. Úgy is mondhatnám, hogy a feladatlapunk legnehezebb feladatán túl vagyunk. Ennél a feladatnál tehát alkalmaznunk kellett a köbök különbségét. Ha fölismerjük a gyöktelenítést, akkor a folytatást láthatjuk, hogy könnyen megy. Viszont az a feladat, melynél legtöbbet számolunk, még hátra maradt. Ez lesz az utolsó feladatunk. Így szól, kettőször gyököt plusz háromszor gyök három, az egész törve gyököt mínusz gyök három. Majd mínusz, és jön a második tört, négyszer gyököt plusz gyök három, és a nevezőben pedig gyököt plusz gyök három. Itt nincsenek nagyobb gyökök, egyszerűen csak négyzetgyökök szerepelnek, viszont ahogyan már említettem, lesz dolgunk az átalakítással. Induljunk akkor az első törtel. Ha megnézzük a nevezőnket, gyököt mínusz gyök 3, tanultuk, hogy abban az esetben, hogyha a nevezőben kettő tag van, akkor a négyzetek különbsége alapján bővítünk. Ami azt jelenti, hogy mivel a nevezőben gyököt mínusz gyök 3 volt, így akkor egy olyan törtel szorozzuk be, Melynek a nevezőjében úgy szintén ezek a tagok szerepelnek, ellentét előjellel, vagyis gyököt plusz gyök 3. És ami a nevezőbe, ugyanez kerül a számlálóba is. Majd írom a második törtet. Ennek a nevezőjében láthatjuk, hogy gyököt plusz gyök 3 van, így akkor amivel gyöktelenítünk, az a gyököt mínusz gyök 3. Ami a nevezőben, ugyanaz a számlálóba is. És akkor végezzük el a szükséges szorzásokat. Ha kezdjük az első szorzatnál a nevezővel, gyököt mínusz gyök 3, szorozva gyököt plusz gyök 3, négyzetek különbsége, első tag a négyzeten, vagyis gyököt a négyzeten, mínusz második tag a négyzeten, gyök 3 a négyzeten. Ami a számlalót illeti, össze kell szoroznunk egyrészt a kettőször gyököt plusz háromszor gyök 3, illetve a második binomunk pedig Gyököt plusz gyök 3. Majd a következő lépésben minden tagot minden taggal összeszorzunk. Nézzük a második szorzatunkat. Ha megnézzük a nevezőt, ugyanazt kell számolni, mint az első szorzatnál. Az első tagunk itt is gyököt, azt emelem a négyzetre, mínusz, a második tag gyök három, azt is emelem a négyzetre. A számlálónál lesz a több munka, hiszen láthatjuk, hogy össze kell szorozni a négyszer gyököt plusz gyök 3 a gyököt mínusz gyök hárommal. Itt is majd alkalmazzuk minden tagot minden taggal. És ha most visszatérek megint az, első törthöz, nézzük a nevezőt. A gyököt a négyzeten, hogyha leegyszerűsítem a négyzetgyököt és a négyzetet, maradt akkor az 5. Ugyanúgy egyszerűsítem a gyök 3 a négyzetent, maradt tehát 5 mínusz 3, vagy csak röviden 2. És akkor nézzük a zárójeleknek a szorzatát. Kettőször gyököt, szorozva gyököttel. Kettes csak lemásolom, gyököt, szorozva gyököttel, gyököt a négyzeten, vagyis csak öt. Kettőször gyökötöt most szorzom a gyök hárommal, kettest lemásolom, gyököt, szor gyök három, pedig adja a gyök tizenötöt. Most szorzok a háromszor gyök hárommal. Hármas lemásolom, gyök háromszor gyököt, itt is gyök tizenöt lesz. És maradt az utolsó szorzat, hármast lemásolom, gyök háromszor gyök három, pedig adja a hármat. Jön a mínusz, és jön a második tört. A nevezőit hasonlóképpen, mint az első törtnél, gyököt és a négyzetet egyszerűsítem az nél, valamint a háromnál, itt is marad 5 mínusz három, vagyis a nevező kettő. És íme már nem is kell külön közös nevezőt keresni, hiszen már adott. Ami pedig a két zárójának a szorzatát illeti, Először szorzok a négyszer gyököttel, négyest lemásolom, gyököt szorozva gyököttel, pedig adja az ötöt. Majd most mínusz jön, négyszer gyököt szorozva gyök hárommal, a négyest lemásolom, gyököt szorozva gyök hárommal, adja a gyök tizenötöt. Most szorzok a plusz gyök hárommal. Gyök három szor gyököt, az lesz a gyök tizenöt és a végén pluszszorozva mínuszszal, itt is mínusz lesz az előjel, gyök háromszor gyök három adja a hármat. Ahogyan már az előtt láthattuk, a közös nevezőnk az lesz a kettő. Ami pedig a számlálókat illeti, vonjuk össze azokat a tagokat, amelyeket összevonhatunk. Először is különböztessük meg azokat a szorzatokat, ahol racionális számokat kapunk. Ilyen a 2 x 5, ez lesz tehát a 10, illetve a 3 x 3, ez pedig a 9, 10 plusz 9, ha összevonom, adja a 19-et. Majd jön most a két gyökös szorzat. 2 x gyök 15 plusz 3 x gyök 15, ez adja a plusz 5 x gyök 15-öt. Majd hasonlóképpen összevonom az összevonhatót a második törtnél is, figyeljünk arra, hogy ennek a törtnek az előjelem mínusz, így akkor az előjeleket megcseréljük. Kezdjük akkor először is a racionális számokkal. 4 5 az 20, meg van mínusz 3. 20-3 az plusz 17. A tört előtt található mínusz miatt megváltoztatom az előjelet, így akkor nem plusz 17-et írok, hanem mínusz 17-et. Van mínusz 4 gyök 15, és plusz 1 x gyök 15, ez mínusz 3-szor gyök 15, megváltoztatom az előjelet, így lesz plusz 3-szor gyök 15. És akkor még egyszer alkalmazom az összevonást, racionális számokat, illetve irracionális számokat. A nevezőről láthatjuk, hogy 2, ezt csak lemásolom. Ha összevonom először is a racionális számokat, 19-17, az 2, majd most járnak a gyökös tagok, Plusz 5 ször gyök 15, meg plusz 3-szor gyök 15, ez adja a plusz 8-szor gyök 15-öt. És még mindig nem lélegezhetünk fel, hogy megoldottuk a feladatot, hiszen minden egyes tag láthatjuk, hogy osztható kettővel. Így akkor, miután lemásolom a nevezőt, a számlálónál kiemelem ezt a kettest, és nézzük, mi marad zárójelben. Kettő osztva kettővel, ez lesz az 1, majd plusz, 8 osztva kettővel, pedig 4 a gyök 15 öt csak lemásolom. Így miután még a végén a két kettest leegyszerűsítem, meg is kaptam a végeredményünket, ami tényleg nagyon egyszerű, az eredeti feladathoz viszonyítva, tehát a végeredményünk 1 plusz 4 gyök 15. És ezzel feladatlapunk, illetve leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!